Hölgyeknek jó napot kívánok, uraim, szép délután. Az történt a 70-es évek végén, a 80-as évek elején, hogy megérkezett egy nemzedék. Mi, akik a háború után születtünk, közvetlen vagy akár a háború utolsó évében, úgy gondoltuk, hogy annyira fölkészültek vagyunk már, hogy addig is úton, de inkább útban voltunk, akkor inkább most már berúgjuk az ajtót. Ennek a manifestációja, egyik manifestációja volt a Narcisz és Pszichit című film, amire szövetkeztünk. Az emlegetett ki Csaplárni most Dobai Gábor, Bakman Gábor, Vidoszki Laci, és hát természetesen sok szereplővel együtt én magam is. Hát hatalmas élmény volt. Maga a forgatás is talán majd 21-én alkalmunk lesz erről beszélni a vetítővászon előtt. Erre nem térnék ki, inkább talán mint kuriózumot vagy érdekességet a Sanyi bácsihoz való kapcsolat és az oda érkezés, az oda történő út. Talán nem sokan tudják, hogy a Veres ugye a 60-as évek közepe táján, ne várjanak tőle pontos dátumot, Kossuth-díjat kapott és szétosztotta a fiatal költők azon körében, akik a tiltott kategóriában voltak, tehát semmiféle megjelenési lehetőségük nem volt, viszont ilyen haltak és kopnáltak. Ez bizony elgondolkoztatta az akkori kultúrpolitikát, hogy akkor hogyan is tovább. De mivel nem volt jó ötletük, illetve hát, hogyha lett volna, azt is elrúgják, szinte reakciók nélkül maradt ez a fantasztikus gesztus. Még nem az történt, hogy ez is, akkor még egy ilyen kis embléma volt, meg egy hozzátartozó okirat, 80 darabra vágta, de magát a pénzt adtoztatta szét a fiatalok között. Lakmérnemi vagy számlára érkezett. Ez az emlék olyan eleven volt, hogy a Gábor útja Vöröshöz szinte ezzel az emléken volt kikövezve, hogy ezzel a utalsulattal ér. Csodálatos volt az első találkozás, mert Amika nem volt otthon. Úgyhogy azonnal néhány üveg fedekére néztünk, és rettetesen jó érzet megtartotta a kezdeti óckodás után, majd Bódi erre gondolt, hogy mégis ebből a remekőből film legyen. Ott volt egy másik idea a folytathatóságról. Az én képzeletemben úgy van a Vörös, mint költő, mint Bartók, mint zeneszerző. És itt valahol találkozik ez a két különös út, miközben személyes találkozásról én magam nem tudok, de azért vannak irodalmi emlékek, hogy találkozhattak ők a 30-as évek végén a Budapestjén, ugye között a Bartók Béla úton volt egy könyvesbolt, ahol a Lamásnak is szívesen járt. Tehát ott vagyunk feltétlenül. És akkor nézve ezt a furcsa Manó Szeli bácsi, hatalmas könyvtárban, és elnézést kérek Holó László képekkel a falon, Görbe Karikában. Holó László debreceni költő volt, de annyira szerette a Vörös verseit, hogy gyakran küldött neki festményeket, túlsajzokat, és kölcsönösen átadották is egymásnak. Budapest illetve debreceni szolgálatában. Gyorsan egy zárójelben, mielőtt még mindent összekavarnék, nagyon-nagyon örömömre szolgált, hogy ez év tavaszán Debrecen város rendezett egy Vörös versmondó versenyt. Az egészen kicsiktől, tehát ott voltak általános iskola első osztály, és ugye a gimnázium negyedik osztály. És ott nagyon jól esett nekem zsűriskednem. Megrázott, fölrázott, elgondolkodtatott a dolog. És azt kell mondanom, hogy ott nagyon sok pedagógus fogott össze azért, hogy ne halljon meg a... Hát nem, maga az a történet, hogy van egy magyar költészet, és annak maga kitüntetett figurái, alakjai, etalonjai. A
ami a forgatás megkezdés előtt történt, az az, hogy persze hát a Bódi nem állt meg a határon, azon a határon, amit a Sanyi bácsi, ahol a Sanyi bácsi a költeményben leteszi a pontot, és eddig, hanem ugye természetesen az ő ima szabítusából adódott, hogy igen, átlépő a 20. században. És amikor másodszor voltunk, akkor már Amika otthon volt, úgyhogy nem jutottunk a lakásba. Annyi történt, hogy ott a, ezen a kis szellőző ablakon bedughattuk a forgatókönyvet, amit a Sanyi bácsi úgy reagált rám, miután elolvasta, hogy hát ha maga így látja, akkor talán nincs is, nem lehet kifogásom az ellen, amit én nem látok. Ez volt valahogy a lényege, nem szó szerint idén. Maga a forgatás, az gyakorlatilag fölborította az addigi metódust, amit megszoktunk a filmgyártásban, a filmkészítésben, filmcsinálásban, a filmművészetben, nevezzük, aminek akarjuk. Bódi kitalált egy fantasztikus rendszert, ami abból állt, hogy a forgatási nap, tehát csak az első forgatási nap volt kutya hosszú, mert ott maradtunk utána, és a másnapi jeleneteket lepróbáltuk elég nagy alapossággal. Az ott lévő szereplőkkel, és megérkeztek a másnapi szereplők is, mi aznap este, olykor eladás után, olykor vidéki helyszínekben. Senki nem panaszkodott, és be is világítottuk rögtön, Szirmai Bélát kell megdicsérnünk a fővilágosítót, aki az egész csapatával rendelkezésünkre állt. Tehát gyakorlatilag 4-5 órát nyertünk másnap, és nem kellett azzal foglalkoznunk, hogy hogyan össze egy kép, hiszen az elkészült előző nap. Tehát így készületett el ez a monstre változat, relatíve rövid idő alatt. Beutaztuk Magyarországot, és beutaztuk Csehországot, akkor még Csehszlovákiát, és hát nekem óriási élmény volt, hogy eljutottunk Lengyelországba, a Baltikumba, ahol én először láttam a tengert. A tengerpartján persze rögtön volt egy meglepetés, ott áll Göring vadászháza, és mellette ugye a Helsziget, ami akkor ketté volt vágva, a fele szovjet támaszpont volt, a másik felén pedig a hagyományosan halászakból élő népakon gyönyörű emberek képvénye és fantasztikus emberpéldányok, akik azzal szórakoztak, hogy a kiszökős szovjet katonákat visszaigálták a közel 6 méter magas kerítéssel. Hát ott is érték az embert alapvető élmények. Végül is mindenféle viszontagság és nem viszontagság után elkészült az a film, amire azt kell mondanom, hogy én is idézek államtitkár asszonyt, tehát valamit ide van írva. Szép távolságoddal itt vagy. Köszönöm, hogy meg.